Ahhoz, hogy rajzelemeket tudjunk létrehozni az AutoCAD modellterében, meg kell ismerkednünk a koordinátorrendszerekkel és azok alapfogalmaival. Az első az origó. Az origó a rajzterület azon pontja, ahol az X, Y és Z tengelyek metszik egymást. Ezt hívjuk az abszolút zérusnak. Ezen túl a CAD rendszerekben létezik egy relatív zéruspont is. Ez utóbbi egy segédpont, ami az utolsó művelet helye szerint változtatja a pozícióját. A relatív zérust a felhasználó elmozdíthatja. A fentieknek megfelelően az AutoCAD is két koordinátorrendszert tartalmaz. Egy rögzített koordinátorrendszert, amelyet világkoordinátorrendszernek, röviden VKL-nek hívunk. És egy mozgatható koordinátorrendszert, amelyet felhasználói koordinátorrendszernek hívunk, röviden FKL. A program indulásakor a két rendszer egybeesik. Az FKL azonban eltolható és elforgatható. A VKL-ből transformációkkal hozza létre az FKL-t az AutoCAD. A koordinátorrendszerek mértékegysége a rajzi egység. Az AutoCAD-ben valós méretekkel rajzolunk, vagyis nem kell a méretarányon számolgatni, mint a hagyományos papíralapú szerkesztés esetében. De figyelem! Az AutoCAD rajzolási mértékegysége az egység. Nem méter, nem milliméter, nem incs, hanem rajzi egység. Egy rajzi egység hossza például jelenthet egy millimétert, egy centimétert, egy hüvelyket vagy egy lábat is a valós mértékegységekben. Ha például a rajz egy motoralkatrészét, dönthetünk úgy, hogy egy rajzi egység egy milliméterrel egyenlő. Ha térképet rajzolunk, dönthetünk úgy, hogy egy egység egy kilométernek felel meg. A méretarány majd csak a nyomtatás során fog eldőlni. Nekünk kell ugyanis definiálni, hogy x nyomtatott milliméter hány y rajzi egységet is fog jelenteni. Ami nagyon fontos, hogy meg kell értenünk, hogy az AutoCAD egységekben gondolkodik. A derékszögű koordinátorrendszer a legkönnyebben elképzelhető koordinátorrendszer. Ez az alapértelmezett koordinátorrendszer, ahol egy pont helyzetét az X, Y és a Z tengelyektől mért távolság határozza meg az FKL origójához képest. Az AutoCAD a töltek jelölésére a tizedes pontot használja, mivel a vesző az X, Y és a Z koordinátákat válassza el egymástól. Síkrajz esetén X, vesző, Y szöveg jelképezi a kétdimenziós koordinátát, ilyenkor automatikusan a Z egyenlő nulla értéket veszi fel. Térbeli rajz esetén pedig X, vesző, Y, vesző, Z szöveg az, ami leír egy térbeli koordinátát. Ami fontos, hogy a vesző azt mondja meg a rendszernek, hogy ezek derékszögű koordináták, és azokat válassza el egymástól. A pont az a tizedes pont, azaz mindig a tört értékeket ponttal kell bevinni. Ha vesszővel visszük be, akkor azt hiszi, hogy egy X, egy Y vagy egy Z értéket választ el egymástól. A derékszögű koordinátorrendszer mellett polár vagy térben hengerkoordinátorrendszerrel is dolgozhatunk. A 3D hengerkoordináták pontosan leírnak egy pontot az FKL origójától az XY síkban mért távolság, az X tengelytől az XY síkban mért szög és a Z érték segítségével. Síkban poláris koordinátákkal dolgozunk, azaz meg kell adni a távolságot és a szög értéket. Ami nagyon fontos, hogy a távolság paraméter egy távolság értéket jelenít meg az origótól, a szög pedig egy szög értéket jelenít meg az origótól. A távolságot és a szöget pedig a kisebb jellel válasszuk el egymástól. Azaz nem a vesszővel, mert az a derékszögű koordinátákat adja meg, hanem a kisebb jellel. Ha egy távolság értéket egy kisebb jel válasz el a szögtől, akkor tudja a rendszer, hogy azok síkban vannak és poláris rendszerrel van dolga. De ha a henger koordináta rendszerbe akarunk dolgozni, akkor nincsen más dolgunk, csak a távolság kisebb jel szögérték után leütni egy vesszőt, majd megadni a Z értéket, hiszen a Z érték az alapsíkra merőleges, és a vesző azt mondja meg az AutoCAD-nek, hogy a harmadik koordináta derékszögű rendszerben van értelmezve. Végül pedig
Itt van még a gömbi koordináta rendszer is. A 3D gömbi koordináták az aktuális FKR origójától mért távolság, az X tengelyel az XY síkban bezárt szög és az XY síkkal bezárt szög alapján határoznak meg egy pontot. A gömbi koordináták háromdimenziós megoldása hasonlít a kétdimenziós poláris koordináták meghatározásához. Minden szögérték előtt egy nyitó hegyes zárójelet kell alkalmazni. Azaz 8 a távolság a sugár, kisebb jel 60 fok, ez egy szögérték, kisebb jel 30 fok, ez egy szögérték, azaz gömbi koordináta rendszerben dolgozunk. A koordináta rendszereknél még el kell mondanunk, hogy van abszolút és relatív koordináta megadás. Az origó a rajzterület azon pontja, ahol az X, Y és a Z tengelyek metszik egymást. Ezt hívjuk az abszolút zélusnak. Ezen túl a CAD rendszerekben létezik egy relatív zéluspont is. Ez utóbbi egy segédpont, ami az utolsó művelet helye szerint változtatja a pozícióját. A relatív zélust a felhasználó is elmozdíthatja. Az abszolút koordináta alatt azt értjük, hogy az aktuális rajzterület bal alsó sarkához, mint a koordináta rendszer origójához viszonyítva adjuk meg egy adott pont helyzetét. Használjuk az abszolút koordinátát, ha tudjuk a pont koordinátáinak pontos X és Y értékeit. Relatív koordinátákról beszélünk, ha egy pont előző ponthoz viszonyított koordináta párosát vagy távolságát és szögét adjuk meg. Használata a kukac jellel történik. Tulajdonképpen a növekményeket lehet megadni így. A kisebb és a kukac jel, azaz a kapcsolók szabadon kombinálhatók egymással, valamint a derékszögű és a poliáris koordináta rendszerekkel. Végül pedig pár gondolat a szögek értelmezéséről. Alapértelmezésként a szög az óramutató járásával ellentétes irányban növekszik, és vele megegyező irányban csökken. Az óramutató járásával egyező irány megadásához negatív értéket kell megadni szögként. Például a 3 kisebb 60 és a 3 kisebb mínusz 300 értékek megadása ugyanazt a pontot határozza meg. Hiszen az első koordinátapár, egy poláris koordinátapár azt mondja, hogy az X tengelyhez képest 60 fokot haladunk az óramutató járásával ellentétesen, majd a sugár értéke az 3 rajzi egység. Ezzel teljesen hasonló pozíciót lehet elérni a 3 kisebb mínusz 300 értékkel. Poláris koordináták használatakor egy távolságot vagy egy szöget kell megadni egy kisebb jellel elválasztva a paramétereket. Ha például egy olyan pontot kívánunk meghatározni, ami az előző ponttól 4 egységnyi távolsága és 210 fok szög alatt található, akkor a következő karaktersort kell bebillentyűzni. Kukac, 4, kisebb jel, 210.